szeretnék indítani, mert tényleg így hívnak, viszont én visszatérnék egy kicsit a Mátéra, mert eszembe jutott róla egy haverom, Tibinek hívták, és egyszer ígért egy borzasztó nagy tűzi játékot. Azt mondta, hogy gyertek ki a partra, a román gyerektől szereztem tűzi játékot, akkor át fog szólni, gyertek ki. Körülbelül 20-an vettük mindezt komolyan, és kimentünk hozzá, és ő egy darab kis ladikkal bement az egész közepére, ő már délelőtt óta tele... Jön vissza a ladik... Láttátok, amikor ott ment fel... Jó vannak, kurva, olcsó volt. Ennyi volt igazából. Mindegy, hát jó barátunk volt egyébként. Na jó, de egyébként tudom, hogy miért hívjátok, mert ingyen jön. Én is azért vagyok itt, sőt. Valójában nekem kiírt a pszichológust, mert most munkanélküli vagyok, és ilyenkor terápia kéne, de hát erre nincsen pénzem. Úgyhogy eljövök ide, és akkor ti vagytok a pszichológusom is. Igazából nekem is van ilyen puskám, azt nem így veszem. Én sem tudom elolvasni, szeretem. Ja igen. Mindig úgy szoktam kezdeni az ilyen sztorizást, meg minden. Hogy elkezdek szabadkozni, hogy nem vagyok a gyereke. Semmi ilyesmi. Nem vagyok fideszes, valójában alibi LMP-s vagyok, de ez azért van, meg azért volt előtte is, de most nektek csak utoljára elmondom. Észrevettem ilyen piros pöttyöket. Állítólag a tech figyel. Ez bármikor bejöhetnek. Hop-hop-hop-hop, minden összerúgnak és elvisznek, és akkor szia, ingyen műsor. De most tényleg, és most egy nagyon nagy vallomással tartozok, és ha eljött volna a fatalom, akkor ez még nagyobbat ütne, hogy én az Orbán Viktor gyereke vagyok. Tudtam, ez jó. Ez úgy volt, hogy egyszer volt gyárlátogatáson anyáméknál a textilgyárba. Akkor maradt egy foltos darab, az végül kikerült a gyártósorról. És hát senki nem meri ezt így elmondani. Vagyis hát én már kiderítettem, de amikor egy levelet írtam neki, akkor limuzinnal jöttek elém. Megvertek. Aztán egy hétig nem kerültem elő, és kicserélték a vérem, azért nullás a vérem, úgyhogy bárkinek nagyon szívesen adok vért, ha valami van. Ez ilyen orosz módszer igazából. De egyébként bizonyítható a dolog, mert Orbán Viktor tőlem kapta a Dakota szólás gyűjteményét. Igen, engem nem hívtak el akkor karácsonykor. Még soha nem hívtak el karácsonykor. Ott kapirgáltam az ablakban, és néztem, hogy a Ráhel átcímkézi az én dobozomat, amit az életem árán juttattam el a fa alá, kikerülvén a biztonsági őröket. Ötödikre sikerült, és két helyen törött el a combcsontom addigra, de sikerült, és megérte. Egyszer iskolába is elvitt. Belekapaszkodtam alulról a BMW-ben, ment el a Ráhellal, és... Csak hát beleakadtam, és utána végül is Siófokon kötöttünk ki, ahol épp egy disznóterepet adott át, és nem kellett várni, míg visszaér, mert csak nem ugorhatok ott elő, mikor éppen átvágják a szalagot az öreg, hogy apa! Keresem a piros pöttyöt, mert most azért elég sok infót adok, mert le is írtam egyébként minden. Milyen, az is volt. Igen. Na mindegy, egyébként kéne egy jó ügyvéd. Mert most, hogy a vérrokonságot tudom igazolni, el kéne perelni egy stadion tőle, vagy ilyesmi. De nem lenne rossz egy saját stadion. Megtölteném vízzel, és oldalról beleugranék. És akkor az lenne az én saját medencém. De van egy kis megalomán, ezt örököltem én egyszer. Szeretnék egy... A Hősök terére egy teljes emelvényt, nagy világítást, mindent építeni, úgyhogy nem szólni senkinek, de ezt azért egy jó 150 munkással, baromi nagy, mint a X-faktor, a legnagyobb durvaságot.
És akkor ahogy ez így épülne, így az emberek megállnának ezelőtt a dolog előtt, azért egy 10 000 turista már kattogtatna, stb. Egy darab spotlámpa, és így kiállnék a mikrofon elé. Egy kis figyelmet kérek. Köszönöm. És ezzel távoznék ebből a szerepből. Ezt szeretném egyszer megcsinálni, és ehhez viszont nagyon sok pénzre van szükség. A műsor után akkor átadnám, hogy hova lehet az 1%-ot majd akkor elutalni az Orbán alapítványnak. Na jól van, igazság szerint még egyetlen egy dologról akartam beszélni a mai nap folyamán, ez egy nagyon nagy szenvedélyem, a konzoljátékok, és talán vagyunk itt elég fiatalok, illetve idősek is, akik tudják, hogy honnan indultak a videójátékok. Nem. A legelső, a Pong. Nincs meg, amikor van két ilyen irányít, két ilyen kockád, és köztem egy darab. Ja, térítenész, várj! Azt csinálod, van hozzá egy potmétered, jobbra-balra. És a másik örül, mert hát végül nem volt ilyen. És akkor ebből utána jöttek mindjárt az olyan joystick, hogy nagyon jó, akkor legyen rajta egy teljes ilyen joystick, ugye ezért is hívják így, meg gombok, és akkor már mindenki elkezdett törülni. Elvették tőlünk, azt mondják, nem, legyen nálad egy kis ilyen cucc, ez fog meg, azon vannak gombok, és akkor kombináció, nagyon jó, elkezdtünk rápörögni, végre, a gyereket nem lehetett kirobbantani, ugye, a tévé elől, engem se. Ez úgy hangzott, hogy mondtam, felébe már megint meghaltam, és így a nagyanyám kiszólt, hogy jó, akkor gyere enni, fiam. Aztán azt mondták, hogy nem, tedd csak ide. Legyen wireless. Nagyon jó, most már tudom a konyhából is játszani. Igen, végre, nem kell hozzá, hülye kábel. Azt mondták, nem. Itt van két bot. Ezzel tudsz boxolni, ezzel tudsz bowlingozni, ezzel tudsz mindent csinálni. Elkezdtem vele játszani, épp ismerkednél vele, elveszik. És nem adtak oda semmit. Azt mondták, az egész tested az. Az egész tested a kontroller. Micsoda, hogy... Akkor már ki is mehetnék focizni, nem? Tehát beállok a tévé elé, és akkor majd én rúgdosom, meg majd én leszek a gördeszkem. Na semmi értelme. És látom a következő évi cuccot, megveszed 450 000-ért. PS5, Xbox 500, Nintendo 1000, tök mindegy, ki csomagol, szeret ki, és egy darab cetlit találsz benne, körülbelül ilyen, takarodj ki játszani.